Offshore cég Sesták Miklós fejlesztési miniszter üzletfele. Ez a jelző szerepel a hivatalos ciprusi cégkivonatban, amelyet a Népszabadság szerzett meg. Ez az a cég, amelynek érdekeltségeit a miniszterelnökség is vizsgálja, miután 10 millió forint Európai Uniós támogatást kapott, hogy műhelyt vásároljon Sesták kisvárdai autószalonjában. A Napilap szerint a miniszter másik telephelye is részben ezzi a vállalkozásé. A Fidesz 4 éve hasonló ciprusi cég miatt támadta Simor András akkori jegybankelnököt. Az autószalon az elmúlt 2 hétben sokszor szerepelt az RTL híradóban. Ez az a vállalkozás, amelyiknek a fejlesztési miniszter a többségi tulajdonosa. A szalon kisebbségi tulajdonosát Cipruson jegyezték be. Ez a vállalkozás teljes egészében egy Seychelle-szigeteki cégé. Ezt a helyet az adóelkerülés mekkájaként emlegetik. Íme a Népszabadság által beszerzett hivatalos cégkivonat. Ebben szerepel, hogy offshore hátterű Sesták Miklós kisebbségi üzletfele. A Napilap ma azt írta, ez a cég részben annak az autószalon udvarnak is tulajdonosa, amelyen Sesták Miklós másik telephelye működik. Ezé a kisebbségi tulajdonosé az a cég, amelyik önállóan pályázott és nyert Európai Uniós támogatást, 10 millió forint uniós közpénzt költött műhelyvásárlásra az épületben. A miniszter 2 hete megvédte üzletfelét, azt mondta, ismert a tulajdonosi szerkezete. Reménytelen emberek kétségbeesett próbálkozása, nem tervezem a lemondásomat. Orbán Viktor egy hasonló ciprusi cég miatt támadta korábban Simor András jegybankelnököt. Alig több mint 4 éve a Fidesz-KDNP 2/3 győzelmének másnapján. Büszkék szeretnék lenni arra az intézményre, beleértve a vezetőit is. Az nem az offshore lovagok szálláshelye. Simor András, akit a kormánypártok többször azzal vádoltak, hogy offshore cégbe menekítette vagyonát, azt mondta, soha nem vitt ki pénzt az országból, és már korábban megvált tulajdonától a ciprusi cégben. Orbán Viktor honlapja szerint 5 éve még ellenzéki politikusként megállapodást kötött Angela Merkellel, hogy együtt lépjenek fel az adóparadicsomokba menekített vagyonok ellen. Orbán Viktor akkor ezt írta. Torkig vagyok azzal a helyzettel, amikor Magyarországon a jegybankelnök, a miniszterelnök, meg a pénzügyminiszter kimenti a vagyonát adózás elől offshore cégekbe, majd ezután pénzhiányra hivatkozva megszorításokkal sarcolja meg az embereket. Kerestük Sesták Miklóst, hogy fenntartja-e korábbi álláspontját üzletfele, szerinte átlátható tulajdonosi szerkezetéről. Erre nem kaptunk választ. A Fejlesztési Minisztérium csak annyit írt, lejárató kampány folyik a miniszter ellen.